Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közösség! 99 évvel ezelőtt a trianoni döntés sok millió hű és becsületes ember tett hazátlanná. Ám a hazájuktól elszakított magyarok felismerték, hogy megmaradásuk záloga az összetartozásba vetett hitük. A külhoni magyarság megőrizte nyelvét, kultúráját, nemzetéhez való ragaszkodását. Máig él a múlt felismerése, miszerint Trianon terhét akkor tudjuk levetni magunkról, ha hiszünk a magyarság jövőjében. Ma, 2019-ben más ez az emléknap, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Hiszen 2010 óta a június 4-i megemlékezés már a magyar nemzet összetartozásának ünnepe is. A Nemzeti Összetartozás napján a Rákóczi Szövetség nevében tisztelettel köszöntöm körünkben Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét. Köszöntöm Hörcsik Rihárd urat, a térség országgyűlési képviselőjét. Köszöntöm Szamosvölgyi Péter urat, Sátor Aljaújhely polgármesterét. Köszöntöm a Rákóczi Szövetség elnökségének tagjait, és kiemelt tisztelettel köszöntöm dr. Halczl József urat, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnökét. Szeretettel köszöntök minden anyaországi és határainkon túlról érkezett emlékező és ünneplő magyart, köztük a Kárpát-medence valamennyi szegletéből jelenlévő 1000 fiatalt. Isten hozott benneteket! Tisztelt ünneplő közösség! A Rákóczi Szövetség 1989 óta működik egyesületi formában. A felvidékről kibontakozó szervezet ma a Kárpát-medence és a világ magyarságának szolgálatában igyekszik lehetőségeit felhasználva segíteni a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar közösségek ügyét. A szövetség életében fontos szerepet kapnak minden évben a nemzeti ünnepek és emléknapok. Ezek közül is kiemelkedik az április 12-i felvidékről kitelepített magyarok emléknapja, a június 4-i nemzeti összetartozás napja, és október 23-a. A Rákóczi Szövetség tevékenysége két fő témára irányul. Egyrészt a külhoni magyar családok magyar iskola választásának elősegítésére, másrészt a Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyar fiatalok kapcsolatainak minél sokoldalúbb elősegítésére. 2016 óta a Magyar Diaszpóra Tanács kérése alapján a magyar kormány támogatásával elindult a Rákóczi Szövetség Diaszpóra programja. A világ magyarságából évente több mint 1000 magyar gyökerű fiatalnak teremt lehetőséget a Kárpát-medencei magyarság megismerésére azzal a céllal, hogy a magyar közösséghez, kultúrához való tartozásukat erősítse. Hölgyeim és uraim, felvidéki kedves fiatal vendégünket szólítom most mai megemlékezésünk nyitányaként a színpadra. A gémesi Csámpai Boglárka előadásában szentiványi és zoborai népdalokat hallhatunk. Külön felhívom figyelmüket az általa bemutatott gyönyörű viseletre. Csüzit meg rá Katya, velago Szent János, velagoj, velagoj, csak addig velagoj, míg én nálad vagyok, és ha én elmegyek, te is elaludjál. Vetekedik vélem háromféle virág, az első szép virág, a búza szép virág. Virágom, véled elmegyek, virágom, tőled el sem maradok.
második virág, a szőlő szép virág. Virágom, véled elmegyek, virágom, tőled el sem maradok. A harmadik virág, a rózsaszép virág. Virágom, véled elmegyek, virágom, tőled el sem maradok. Nevetek egy vélem, te búza szép virág, mert bizony te véled él szélese világ. Virágom, véled elmegyek, virágom, tőled el sem maradok. Nevetek egy vélem, te szőlő szép virág, mert bizony te véled szent misét szóganak. Virágom, elmegyek, virágom, tőled el sem maradok. Nevetek egy vélem, te rózsaszép virág, mert bizony te véled jányog dicsekénnek. Virágom, véled elmegyek, virágom, tőled el sem maradok. Mely magos volt a fa, ága elágazott, egyik ága hajlott Balla Józsi udvarába, másik ága hajlott Mónár Maris udvarába. Rengő alá rengő, gímes iződ erdő, noti apró gyakok, lassan csengessetek, hagy aludjon Mária, fényes nap fölkeltik. Rengő alá rengő, gímes iződ erdő, a csítári hegyek alatt régen leesett a hó. Azt hallottam, kis angyalom, véled esett el aló. Kitörted a kezedet, s mivel ölelsz engemet. Így hát, kedves kis angyalom, nem lehetek a tiéd. Amott látok az ég alatt egy madarat repülni, de szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni. Repülj, madár, ha lehet, s vidd el ezt a levelet. Mondd meg az én galambomnak, ne sírasson engemet. A mód alá van egy erdő, jaj, de nagyon messze van. Kerek erdő közepibe két rozmaring bokor van. Egyik hajlik a vállamra, a másik a babamira. Így hát, kedves kis angyalom, tiéd leszek valaha. Egyik hajlik a vállamra, a másik.
leszek valaha. Köszönjük szépen Csámpai Boglárkának a csodálatos előadást, és köszönjük szépen a segítséget a népdal elénekléséhez. Hölgyeim és uraim, tisztelettel szólítom a mikrofonhoz Csáki Csongor urat, a Rákóczi Szövetség elnökét. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt Harczi József elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves fiatalok! Történelmi nap a mai a Rákóczi Szövetség életében. Nem csak azért, mert bennünket, magyarokat ez a nap egyrészt egy nagyon gyászos, fájó, múltbeli eseményre emlékeztet, másrészt, mert 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja június 4-e, hanem legfőképpen azért, mert ebben az azóta eltelt szűk évtizedben megtanultuk, hogy Vörös Marti rendületlenülje nem csak kötelez, de erőt is ad, és a magyarság megújulásának lehetőségét rejti önmagában. Ezért is különösen örvendetes, hogy a Rákóczi Szövetség újdonsült üdülőjében, Rákóczi földjén, a Rákóczi emlékév épp ezen napján, a Nemzeti Összetartozás napján, 1000 kárpát-medencei és a nagyvilágból érkezett magyar fiatallal együtt köszönhetjük Orbán Viktor miniszterelnök urat, Magyarország vezetőjét. Isten hozta, miniszterelnök úr! Isten hozott mindannyitokat! Az éppen 30 éves Rákóczi Szövetség nagy utat tett meg az elmúlt évtizedekben. Sok jó érzésű magyar ember összefogásának és munkájának, sok támogató bizalmának és jó szándékának, nem utolsó sorban egy hitében rendíthetetlen, elkötelezett vezetőnek, Harczi József elnök úrnak, a Rákóczi Szövetség szívelelkének köszönhető a jelen. A megsokszorozott lehetőségek reális esélyt jelentenek az érdemi változásokra. A sok száz, sok ezer alkalom valóban csak lehetőség. A cél embertől emberig, magyartól magyarig jutni és hatni. Újjáépíteni, újjászőni a magyarság kapcsolatait. A Rákóczi Szövetség a magyar nemzetpolitika építőköve, és szeretne a jövőben is az lenni. Ehhez szerencsére nem kell irányt módosítani. A Harczi József elnök úr vezette 3 évtized, kijelölte és kitaposta azt az utat, amit követnünk kell. Ma a Rákóczi Szövetség Kárpát-medence szerte 300 középiskolában, 38 egyetemen és 196 településen rendelkezik helyi szervezettel, melyek tagsága összesen mintegy 27 ezer fő. A Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyar fiatalok kapcsolatainak minél sokoldalúbb és szorosabb összefűzése, valamint a magyar iskolaválasztás érdekében 2019-ben több mint 70 programot valósít meg a Szövetség Központja, amelyek több mint 100 000 embert, elsősorban fiatalokat érintenek. Ezekben a napokban közel 8 000 kárpát-medencei középiskolás kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség által szervezett programokon keresztül a csíksomlyói és a Nemzeti Összetartozás napi eseményekbe. Ferenc pápa június 1-jei történelmi csíksomlyói látogatása alkalmából a Rákóczi Szövetség utazási pályázatot hirdetett kárpát-medencei középiskoláknak és egyházi közösségek fiataljainak. Ennek köszönhetően 2500 középiskolás juthatott el a pápai szentmisére. Június 6-án a pünkösdi csíksomlyói búcsúba 300 felvidéki és kárpátaljai fiatal kell útra a Nagyboldogasszony zarándokvonattal, a Szövetség szervezésében és támogatásával. És éppen ezen a napon diákutaztatási programunk keretében 100 kárpát-medencei középiskola több mint 4000 diákja utazhat legalább egy határ átlépésével a Kárpát-medencében egy másik iskolához. Kedves fiatalok, ti itt ma 10 ország magyarságát képviselitek.
mintegy 350-en az anyaországból, 100-an Felvidékről, 200-an Kárpátaljáról, 250-en Erdélyből és Partiumból, 100-an Vajdaságból, valamint egy tucatnyian a diaszpórából, Ausztráliából, az Egyesült Államokból, Németországból, Brazíliából és Argentinából érkeztetek. Eljöttetek azért, hogy találkozhassatok egymással. A Csalóközi Nagymegyer és az Erdély keleti szegletében lévő Barót magyar diákjait 850 km, a felvidéki Nagykapos és a vajdasági Zenta szülöttjeit 500 km választja el, ma azonban itt Sátoraljaújhelyen veletek és számos kárpát-medencei középiskola diákjával és tanárával együtt, itt Rákóczi földjén ünnepeljük a magyar összetartozást. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 30 év rákócis rendezvényein megszámlálhatatlan életre szóló barátság és jó néhány későbbi házasság köttetett már. Ma ezren, a nyár folyamán összesen 4000-en fordulnak meg itt valamelyik táborunkban. Szeretnénk, ha a Sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor nem csak június 4-én lenne a kárpát-medencei magyarság összetartozásának szimbóluma. Ezúton is tisztelettel megköszönöm miniszterelnök úr és a magyar kormány nélkülözhetetlen támogatását, ami lehetővé tette, hogy ez a tábor a Rákóczi Szövetség bázisává váljon. Nektek pedig azt kívánom, kedves diákok, hogy érezzétek jól magatokat ma is, térjetek vissza nyári táborainkba, és szerezzetek minél több barátot. Kapcsolódjatok be az összmagyarságért folytatott munkánkba, mert számunkra a Kárpát-medence nem csak földrajzi haza, hanem szellemi és kulturális otthon is. A tábor területén lévő kápolnát és házasságkötő pavilont az idén még csak szelfizésre, évek múlva más célra is szívesen felajánljuk nektek. Éljen Magyarország, éljen a magyar! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, elnök úr, a jövőbe mutató gondolatait és útmutatását. Kedves vendégeink, ki ne ismerné elsősorban a nagy sikerű Honfoglalás című film kapcsán Koltai Gergely Kell még egy szó című dalát. Sokan feldolgozták és elénekelték már, de higgyék el, úgy még senki, ahogy a Péterfalvi Református Líceum diákjai Kárpátaljáról. Fogadják őket szeretettel. Miért ér hiába az a hely,
se fél, ha nincs hely, ahol élj, indulj hazafelé. Kedves vendégeink, ünnepi megemlékezésünk folytatásaként drámaibb hangvételre váltunk. Hallgassák meg Dzsida Jenő Psalmus Hungaricusának egy részletét Matisz Dominika sárospataki diák előadásában. Ó, én tudom, hogy milyen a nagyszerű, a minden embert megsimogató tág mozdulat. Az élet s haláltitkát kutató, bölcsen nemes, szép, görög hangulat. A hűség biztató közös és tisztató, a szabadság, mely minden tengerekben sikongva úszik, újong és mulat. Kezem gyümölcsöt minden fáról szedett. 8 nemzet nyelvén szóltam életemben, és minden fajták lelke fürdetett. S most mégis áruló vagyok, a minden eszme sajgó árulója. S most mégis bőz barlanglakó vagyok, vonító vad, ki vackát félti, ója. Vadállat, 10 köröm és csattogó agyar, s ki eddig mondtam, ember, most azt mondom magyar, és háromszor kiáltom, és holtomig kiáltom, magyar, magyar. Magyar. A nagy gyümölcsös fájáról szakadt almából minden nép fia ehet. De nékem nem szabad, de nékem nem lehet. Dalolhat bárki édes szavakat, és búghat lágyan, mint a lehelet. S bízvás nyugodhatik, hol várja pad, s a kedve támad, bárhová elmehet. De nékem nem szabad, de nékem nem lehet. Bűn a mosolygó pillanat, mit lelkem elhenyél. Szívszakadásig így kell énekelnem Babilon vizeinél. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunjon ki 2 szemem világa, mikor nem rád tekint. Népem, te szent, te kárhozott, te drága. A népzene és a néptánc legtökéletesebb formája annak, hogy mi székelyek a legegyszerűbb módon tudjuk kifejezni a legszebb gondolatainkat, amit szavakkal soha se tudnánk. Vagy a székelyudvarhelyi Boróka néptánc együttes, amely több mint 20 éve viszi már a székelyföld jó hírét a világba. A tánccsoport közel 100 gyermeket foglalkoztat az óvodás korosztálytól a középiskolásig. A csoport táncosai Simó Marian és Forró Ádám előadásában ezúttal mezőségi táncokat láthatunk.
Köszönjük szépen Székelyföldi kedves vendégeink bemutatóját. Most pedig a népdal feltétel nélküli szeretetéről tesz tanúbizonyságot a szabadkai dalkötő leánykórus, amely 2007-ben alakult Kanalas Zsófia vezetésével. Az együttes 2016-ban elnyerte a KÓTA, vagyis a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége Aranypáva nagydíját. A mai megemlékezésre csókai népdalokkal érkeztek. Virág is. Jaj, de bajos, egy pár nára fekít.
Kedves vendégeink, a hamarosan színpadra lépő Kiskata zenekar egyedi módon ötvözi a magyar népzenét a modern stílus irányzatokkal. A popot, a rockot, a jazzt házasítja a magyar népi kultúra örökül ránk hagyott kincseivel. Zenéjük célja, hogy az Y és Z generáció se engedje füle mellett a népdalokat, emellett pedig, hogy összefogja a magyarságot és erősítse a nemzeti identitást. A zenekar Magyarból jeles című kiadványa mintegy 15 ezer példányban jelent meg és vált oktatási segédanyaggá a magyarországi és a határon túli óvodákban és általános iskolákban. Azonban zenéjük jellemzően minden generációt összefog. Ennek egyik ékes példája a Magyar vagyok című dal, amelyet a zenekar most a gyerekekkel együtt énekel. Kedves vendégeink, egy olyan dalról van szó, amit azt hiszem nincs is magyar, aki ne ismerne, úgyhogy a zenekar kérésére is csak bátorítom önöket, bátorítalak benneteket, hogy kapcsolódjunk be a most következő közös éneklésbe. És áldott e szó, édes hazám. Itt van a bölcsőn, s itt ringatott az én édesanyám. És ha egyszer sírumon nő a vadvirág, én fentről is, a mennyből is, mint zsírból támadt ősi erő, olyan vagy hazám, messze sorolt bolyongó kő, tenger zord viharán, nagy hegyeknek öléből nyílik a vadvirág, én lentről is. Thank you.
Hölgyeim és uraim, tisztelettel szólítom a mikrofonhoz Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Rákóczi Szövetség vezetőit, külön is Halsz Jóska bátyámat, és szeretettel köszöntöm a magyar fiatalokat szerte a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról. Kedves fiatalok, köszönöm, hogy itt vagytok, hogy eljöttetek ebbe a táborba. Sokan vannak itt közöttetek, akik a 99 éve elszakított országrészekből érkeztek ide, és vannak, akik a világ egészen távoli részeiről. Egy másik hazából, ahová annak idején nagyszüleitek vagy dédszüleitek vándoroltak ki. Ezért az első és a legfontosabb, amit tudnotok kell, hogy bárhonnan is érkeztetek, Magyarországon itthon vagytok. Magyarország a ti otthonotok is. Sokféle úton érkeztetek ide Sátor Aljaújhelyre, de úgy gondolom, hogy mégis van egy közös dolog, ami erre a helyre vezetett benneteket. Megértettetek a világból valamit, ami döntő fontosságú egy fiatal ember életében. Megértettétek, hogy a kötelékek, amelyek mindannyiunk nagy családjához, a magyar nemzethez fűznek minket, sokkal többé, izgalmasabbá és teljesebbé teszik egy fiatal életét. Bennünket, akik itt vagyunk, összekapcsol, hogy közös örökösei vagyunk a magyarok világra szóló teljesítményének. Mindannak, amit őseink itt a Kárpát-medencében építettek, s világszerte a kultúra, a tudomány, a gazdaság és a sport területén letettek az asztalra. És ez az örökség mindannyiunké, minden magyaré bárhol is éljen a világon. Legyetek büszkék rá, őrizzétek meg, tegyétek hozzá a magatok részét, és adjátok tovább majd a gyermekeiteknek is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 9 éve annak, hogy úgy döntöttünk, nemzeti történelmünk legsötétebb napja, ne csak lesújtson, hanem erőt is adjon, egymáshoz is emeljen minket. 2010 óta Trianon évfordulója a magyarság részekre szakításának gyásznapjából nemzeti összetartozásunk emléknapjává emelkedett. 99 éve a harangokat félreverték. Értünk szóltak. A mi megmaradásunkért. Azt üzenték, hogy a brutális békediktátum ellenére élni akarunk, hogy magyarként akarunk élni, és dolgozni fogunk, hogy megteremtsük nemzeti összetartozásunk jogi, kulturális és gazdasági feltételeit. Ami igazságtalan volt valaha, az is marad az idők végezetéig. Az idő a sebeket gyógyítja, az amputációt nem. Az eltelt idő semmit nem változtatott azon a tényen, hogy ami 99 éve történt, nem tárgyalás volt, hanem diktátum. Büntetés, amit a háború elvesztéséért mértek ki ránk. A döntés mögött a győzteseknek semmiféle erkölcsi fölénye nem volt, csak erőfölénye. Olyan emberek millióit büntették meg, akik mentek, mert a hazájuk szólította őket. Nem tehettek róla, hogy egy olyan háborúban kellett harcolniuk, amelynek nem volt jó és nem volt igazságos oldala. Ami 99 éve történt, arról már ítéletet mondott a történelem. A győztesek felsőbbrendű, egész nemzeteket büntető döntései nem a szabadság, nem a béke, hanem újabb ellenségeskedés,
a diktatúrák és a későbbi háborúk magvait vetették el Európában. Egymás után értek minket a nemzeti szocializmus, majd a kommunizmus ökölcsapásai, amelyekhez a talajt a béke diktátumok készítették elő. A II. Világháború után pedig egész Közép-Európát, annak minden népét odadobták a Szovjetuniónak és a kommunista világrendnek. Akik győzelmeket arattak felettünk, azt kapták jutalmul, amit mi büntetésül. 99 évvel Trianon után mi, magyarok, bátran kihúzhatjuk magunkat. Megmaradtunk. Azt tettük, amit Széchenyi tanácsolt. A ránk dobált kövekből lépcsőt építettünk. Itt vagyunk Európa közepén, a szétszakítottság, a háborúk és a diktatúrák ellenére is. És nem csak túléltük ezt az időszakot, de ma mi vagyunk a Kárpát-medence legnépesebb nemzete. Tisztelt emlékezők! Gazdasági, kulturális és katonai erőnk napról napra látványosan gyarapodik. Ideje, hogy használjuk. A kérdés csak az, hogy mire használjuk. Az én válaszom, a kormány és a kormány mögött álló milliók válasza az, hogy erőnket a közép-európai népek összefogása érdekében kell felhasználnunk. Együtt akarunk működni a szomszédainkkal, és aki velünk együttműködik, az jól is jár. A 100 év magyar magány véget ért. Megtaláltuk az utakat, és megragadtuk az esélyeket, amelyek egymáshoz vezettek minket. Nehéz út volt ez, tele buktatókkal és gyanakvással, de ma már mérföldekre vagyunk attól, ahonnan a Szovjetunióból kiszabadulva 30 éve elindultunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves fiatalok! Nektek talán már nehéz elképzelni, de amikor én annyi idős voltam, mint most ti, szóba se jöhettek ilyen táborok. Akkoriban az iskolában mélyen hallgattak arról, hogy ha bármely irányban átmegy az ember a magyar határon, akkor ott szintén magyarokkal fog találkozni. Ma pedig ott tartunk, hogy újra természetes, hogy felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, délvidéki, magyarországi és diaszpórából érkezett magyar fiatalok együtt gondolkozzanak a közös jövőjükről. Ez korábban csak a bátor hazafiak merész álma volt. 30 éve ezek a bátor hazafiak megalapították a Rákóczi Szövetséget. És ezzel egy teljesen új időszámítás kezdődött a magyar politikában. Az alapítók azt akarták, hogy a szétszakítás és a szétszóratás után a nemzetegyesítés és a nemzetépítés korszaka induljon el a magyarság életében. Kedves fiatalok, ez a föld, amelyen most vagyunk, II. Rákóczi Ferenc birtoka volt. Az egyik legnagyobb magyaré, aki az idegen hatalmasokkal szemben a magyarok, a saját hazájukban hátraszorított magyarok oldalára állt. Mindent a cél alá rendelt. Teljes vagyonát, összes birtokát, rangját, becsületét és még tulajdon életét is. És ezt a célt ráhímeztette zászlóira is. Cum Deo pro patria et libertate. Istennel a hazáért és a szabadságért. Családi örökségének összefoglalása volt ez, küldetés és szolgálat. Az erdélyi fejedelmek és a Dráva vidékének végvárait őrző várkapitányok hagyatéka. Isten segedelmében bízva harcolni és dolgozni egy szabad és magyar hazáért. Olyan parancsolat ez, amely máig kötelez. Ez a munka vár rátok is. Járjátok be a világot, szerezzetek sok-sok tapasztalatot, és ne feledjétek soha, hogy a szülőföldetek visszavár benneteket,
számít rátok. Járuljatok hozzá tehetségetekkel és munkátokkal a magyarok nagy közös teljesítményéhez. És ne legyen bennetek szemernyi kétség sem. Együtt újra nagyok, erősek, sikeresek és győztesek leszünk. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Tisztelt ünneplő közösség, a Nemzeti Összetartozás napján a Rákóczi Szövetség nevében köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, köszönöm, hogy ezúttal is együtt ünnepeltünk, együtt emlékeztünk, és köszönöm, hogy az összetartozás csodálatos élményét egymásban ezúttal ismét megerősíthettük, hiszen a megemlékezés ereje a közösség, míg a közösség ereje a megemlékezés. Viszontlátásra, és Isten áldja a magyart, bízunk benne, hogy találkozhatunk egy év múlva is, hiszen, ahogy második Rákóczi Ferenc óta tudjuk, az igaz ügyet nem hagyja el az Isten.